Jó estét kívánok! Önök a Fehérvár Televízió és a Fejér megyei hírlap együttműködésében létrejött Sajtóklub című műsor első adását látják. És ha néznek minket, akkor az azt jelenti, hogy igazunk lett abban, hogy értelmes témákról szóló értelmes beszélgetés még mindig érdekli a fehérvári tévénézőket. Rajtunk nem múlik, meglátjuk, mi lesz ebből a fél órából. A mai asztaltársaság tagjai Cserpalkovics András, Székesfehérvár megyei jogváros polgármestere. Jó estét kívánok! Elekes András, a Fehér megyei hírlap főszerkesztője. Jó estét kívánok! Somos Zoltán, a Fehérvár Televízió vezetőszerkesztője. Jó estét kívánok! Én pedig ma is Török Péter vagyok. Mindig szoktam én mondani a beszélgetés elején, hogy köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Elárulok egy szakmai titkot nektek is, meg a nézőknek is, hogy fél napig gondolkodtunk azon, hogy ez tegezős vagy magázós műsor legyen. És akkor legyen ez az első kérdés, hogy kinek mi a véleménye egy ilyen szituációban erről a helyzetről. Úgyhogy azt elmondhatjuk a nézőknek, hogy mi tegeződünk, de közéleti témákról beszélgetve meg nem. Aminek ugye nyilván megvan az oka, most ez melyik műsor? Vajon? Szerintem jobb tegeződni. Ebben a műsorban legalábbis én most egy kakukktojás vagyok, hiszen itt újságírókkal, kommunikációs szakemberekkel beszélgetek. Lehet, hogy a szakmai álláspont más, de szerintem az őszinteség az mindig mindenhol fontos, és hogyha mi az utcán egyébként tegeződünk, ha beszélgetünk, ha a foci meccsen tegeződünk, ha beszélgetünk, ha adott esetben egyébként a közgyűlési teremben is beszélgetünk, hogyha beszélgetünk, akkor most miért tegyük át ezt egy egészen más formává? Valamikor annak a udvariasságnak, tiszteletnek a magyar nyelvben megvan a jelentősége, de azt hiszem egy jó beszélgetéshez az őszinteség a legfontosabb, és itt mi most egyébként tegező viszonyban vagyunk. Én nem is tudnám, hogy hirtelen tegeződnék, vagy magázódnánk, ha ebbe belekezdenénk, úgyhogy én szerintem tegeződjük. A szakmai álláspont egyébként, amire utaltál, az az, hogy közéleti témákban, közéleti szereplővel azért magázódunk, mert a tegeződésnek egy megvezetés hangulata van, hogy a két cimbora most majd jó átveri a tévénézőket. De egyébként én abban a magam részben egyetértek, hogy ez nem egy másik szituáció. Hát ugye a klub benne van a műsor elnevezésében, és hát a klubról azért mindenkinek, hát lehet, hogy külsőleg valami más elképzelése van, de az, hogy egy olyan társaság, amelyik nem hivatalos, hivatásszerűen van együtt, hanem valamiféle szabadidős, kellemes tevékenységet tölt el. Hát reméljük, hogy majd hosszabb távon ez a műsor is azzá válik, de egyetértek abban, hogy egy kötetlen beszélgetés kellően döcögőssé tud tenni, hogyha ha magázódnak azok, akik amúgy megtegeződnek a mindennapi életben. De egyébként ez már ugye azokat a területeket érint, amiről beszélni akarunk, mert hát itt azért a etikai, tradicionális szabályok sokszor kicsit korlátok közé szorítják a mindennapi kommunikációt, főleg, hogyha ezt nyilvánosság elő kontrollált formában próbálja csinálni az ember. És hát ez az egyik kérdés, hogy valójában ezek a szabályok, ezek a korlátok léteznek-e a nem stúdióbeli, hanem a mindennapos kommunikációban, tehát meg kell tartanunk egyfajta távolságot akkor, amikor akár magánemberként, akár újságíró, polgármester, politikus viszonylatban beszélgetünk egymással, és hogy ezek a korlátok gátjai mondjuk a teljes és őszinte nyilvánosságnak. Nagyon jó kérdés. Úgy gondolom, hogy ez az egész műsor annak az eredménye, hogy mindannyian már beszélgettünk erről, úgyhogy nyugodtan mondhatom, mindannyian úgy gondoljuk, hogy a kommunikációnak valamilyen fajta kulturáltabb válfaját kéne megfonosítani, mint ami a nyugodtan mondhatom, a politikai közbeszédben, meg a általában a közbeszédben meghonosodott az elmúlt emberöltő alatt, és talán mi esetleg példát mutathatunk arról, hogy ülhetünk egymással szembe, egymás mellett, valójában megpróbálunk elszakadni a képmutatás világától, és akkor ezzel, hogy most nem akarunk mást mutatni, mint ami valójában van, ezzel is jelezzük, hogy vannak ugyan korlátok, de azért mégiscsak normálisan tudunk egymással beszélni, kommunikálni, netán egyetérteni, netán vitatkozni, de mindez kultúráltan. Hát, hogyha ezek,
határok vagy ellenérdekeltségek, mert lehet, hogy csak más nézőpont. Az én apám szülész, és szerencsétlenségére hármasikrek születtek nála egyszer, tehát rá zuhant az egész országos média, és nekem panaszkodott, hogy jött az egyik országos csatorna, meg a másik, és mondták, hogy mennének az anyukához, mondtam, hogy menjenek együtt, azt mondták, szó se lehet róla, mert külön-külön mindenki. Mondom, fater, a rossz hír az, hogy ezt én is így csináltam volna. Mert ugye ettől exkluzív. Most az jutott eszembe, mert pont András, veled beszélgettünk egyszer, hát már jó régen, már országgyűlési képviselőként, de még ellenzékben, amikor azt mondtad, hogy az országos csatornák sose azt a 20 másodpercet veszik ki a mondandódból, mint amit te a legfontosabbnak éreztél. Pedig lehet, hogy szakmailag az ő nézőpontjukból meg az volt a fontos. Igen, de mi ezt nem is azt kérdőjeleztem meg, hogy ők jól tették-e a dolgukat, vagy nem, hanem csak azt mondtam, hogy ez egyfajta ronda szóval a játék része, hogy valaki valamit üzenni szeretne, a másik fél pedig próbál adott esetben szintén valamilyen üzenetet tolmácsolni, saját szerkesztőségi vagy újságírói véleményét is tükrözni, de úgy, hogy közben azért az egy hiteles dolog is legyen. Ebben valamikor az ember ugyanazt a néhány mondatot gondolja fontosnak, valamikor meg nem feltétlenül ugyanazt. Ott talán annyival másabb a világ, hogy valóban a sajtótájékoztató első 1-2-3 perce az gyakorlatilag eldönti, hogy este mi lesz a híradóban, és hogyha az ember próbál ebben a gondolatban vanni, akkor gondoljunk bele, hogy mondjuk egy egészségügyi témáról, egy oktatás átalakításáról, egy önkormányzati világ átalakításáról mit lehet 1-2-3 percben elmondani, úgy, hogy az értelmes is legyen, ki is jöjjön belőle valami, a valóságot is tükrözze, de egyébként legyen benne konkrét tartalom. Szóval ez nem könnyű, mind ahogy biztos nem könnyű szerkesztői oldalon sem, akármilyen eseményből kiemelni azt az 1-2-3-4 gondolatot, ami a szerkesztői elveknek is megfelel, az újságíró etikájának is megfelel, meg egyébként a lényeget is megfogja, és valamit mégiscsak átvisz. És hogy az emberek 20 másodpercnél. És nem 20 másodpercnél, vagy 5 sornál, vagy pár mondatos gondolatnál. Tehát biztos nem könnyű a másik oldalon sem. És amikor nem protokolláris eseményekről van szó, mert ugye mi hát a híradóban, amikor megtöltünk egy adást, 80% meghívók után megrendezett eseményeken készített forgatást, tehát amikor azt mondja, hogy ti fontosnak tartotok valamit bemutatni, felvezetni, beharangozni, mi oda elmegyünk, mi ezt megtesszük, nagy meglepetés nem érhet senkit, az igazi érdekesség nyilván azoknál a történeteknél kezdődik, és lehet, hogy a Fejér megyei hírlapnak ebben azért nagyobb rutinja van, amikor valami az újság által fontosnak tartott dolog kerül fókuszba. És itt jönnek azok a bizonyos szerepek, ugye András mondta, amit Elekes András, mert Andrásban is vagy most látva, az imént, hogy a szerepek ellenére a kulturált és pozitív kommunikáció, hogy létezik-e valójában szembenállás. Tehát, hogy nem tudom, hogy tanítják-e nektek, vagy a politikusok, hogy kell valójában viszonyulni a sajtóhoz, hogy engedékenynek lenni, vagy megpróbálni terelni, vagy valamilyen irányba. Tehát, hogy létezik-e valamiféle szembenállás, mert szerintem a közönség ezt hajlamos azt gondolni, hogy itt azért erősen két oldalról van szó, az egyik szeretné, ha valamiről szó esne, a másik pedig szeretné, ha valami egészen másról esne szó. Hát én szerintem holnap együtt fogunk szurkolni az Albacomnak a hétvégén, a magyar válogatottnak, vagy éppen a Vidinek, vagy éppen a Jégkorong csapatnak. Szeretjük ezt a várost, itt élünk. Tehát ebben biztos, hogy semmifajta szembenállás közöttünk nincsen. Fehérváriak vagyunk, és azt gondolom, hogy ez egyfajta közös platformot mégiscsak teremt. Ez nem jelenti azt, hogy ezen belül adott kérdésekről, mondjuk éppen fontos kérdésekről, teljesen ugye azt gondolnánk a világról, akár Fehérváron belül is. Ezt én nem gondolnám ennek ellenére sem, hogy szembenállás. Persze a mi szempontunkból a kommunikáció az egy eszköz, egy lehetőség, hogy az emberekhez eljutassuk azokat a gondolatokat, amit mi fontosnak tartunk, vagy amit úgy gondoljuk, hogy a fehérváriak szempontjából fontos. És azt gondolom, hogy ebben a közvetítő elem nagyon fontos. Szerintem a közvetlen beszélgetésnél nincs jobb, az egy olyan műfaj, ami még valószínűleg sokáig nem lehet jobbat kitalálni, tehát mégiscsak az ember egy közösségi lény, a közösségi léthez pedig hozzátartozik az, hogy beszélgetünk egymással, de nem lehet mindenkihez minden nap eljutni és mindenkivel egyenként beszélgetni, tehát nagyon fontosak, hogy milyen eszközök állnak a rendelkezésre, és ezen belül a sajtó adta keret és terep az egy nagyon nagy lehetőség. Ez persze fordítva is igaz, hogy a közönség is szeretné, hogyha az őket érdeklő témákat föltennék közéleti szereplőnek, sportolónak, kultúrában dolgozónak egyaránt,
valamikor ezek a témák, témafelvetések találkoznak, és mind a két fél ezt fontosnak tartja, valamikor ez nem feltétlenül van így, valószínűleg oda-vissza lehetne példát mondani, mi úgy gondoljuk, hogy téma fontos, de talán úgy érezzük, hogy nem kellő keretet kap egy, vagy terjedelmet kap mondjuk a másnapi sajtótermékekben, és valamikor ez fordítva igaz, úgy gondolják az újságírók, hogy van egy fontos téma, és erre meg miért nem akar a polgármester válaszolni, vagy miért nem ekkora terjedelemben, hanem csak akkora terjedelemben, de ezt én nem szembenállásnak tartanám. Fehérváriak vagyunk, de azért más székben ülünk, és más feladataink és felelősségeink is vannak. Ezen belül sok mindenben egyetértünk, sok mindenben esetleg nem, de ettől még egyszer visszatartozva, ez a városhoz tartozunk, ezt szeretjük, és mindenki próbálja ezt a várost, ahogy tudja, szolgálni és fejleszteni. Kimondtad a kulszót lényegében a fehérváriak, mert én ezt úgy fordítanám le ezt a történetet, hogy nem az újság tartja fontosnak, mert az újság nem önmagáért van, hanem ha abból indulunk ki, hogy a város lakosságának döntő többsége olvassa ezt az újságot, akkor nyilvánvaló, hogy az újságnak az olvasói lakosság érdekeit kell figyelembe venni elsődlegesen. Vannak természetesen olyan kérdések, amelyben mondjuk egy bármilyen médiumtól, helyi médiumtól elvárható valamilyen fajta lokálpatrióta szemlélet, emlékszem ilyen helyzetekre, amikor valóban az volt a fontos, hogy a város és a város közösségének érdekeit kell képviselni egy vitában, amiben emlékszem én a 8-as út vonal vezetésére, amikor lényegében úgy folytak tárgyalások, hogy senkit Fehérvárról meg nem hívtak. Másnap mégiscsak valahogy mi ott voltunk ezen a rendezvényen, másnap nagy terjedelemben megjelent ez az írás, és én egy veszprémi országgyűlési képviselőtől kaptam egy ledorongoló levelet, hogy mégis hogy képzeljük, ezt nevezzük mi lokálpatriotizmusnak, hogy lényegében a Fehérvár érdekeit próbáljuk védeni egy ilyen helyzetben. Felháborító. Tehát vannak ilyen helyzetek, de mondjuk nem ez az általában jellemző. A témák nagy részét valószínű, hogy ugyanolyan fontosnak tartjuk, tehát ami a közösség érdekét jelenti, de természetesen most is más széken ülünk. Elhangzott szerintem még egy kulcsszó, ez, hogy néző-olvasó ebben a történetben. Ugye Goethe mondta azt a Petőfinek tulajdonított idézetet, hogy az embereknek nem azt kell adni, amit akarnak, hanem amit akarniuk kellene. Csak az a baj, nem tudom, hogy ti ezt mennyire érzékelitek az írott sajtóban, mi itt a Fehérvár TV-nél küzdünk ez ellen, hogy a médiafogyasztói inger küszöb az olyan magasan van, mint a Szaturnusz körülbelül. Ha megnézitek az országos híradókat, az azért kékfény, mert már mással nem nagyon lehet hatni az emberekre, és szerintem ez túlzás, mert se az újságírásból, se a politikából nem kell bulvárt csinálni. Hát Svájcban azt se tudják volna, hogy kantoni tanács, mert mindenki teszi a dolgát, és nem napi hír tulajdonképpen a politika. És azt látom, sőt, hát beszéltünk is erről nem egyszer, meg nem csak ebben a körben, hogy vagy a politikusok is próbálnak címlapon maradni, egyszerűen azért, hogy a saját üzeneteiket el tudják juttatni a médiafogyasztókhoz egy ilyen tényleg megveszekedett hírháborúban. Sőt, hát gondolom, hogy ezt tanítják is nektek, vagy hát valamiféle képzés van arra, hogy hogyan kell a nyilvánosságot kezelni, hogyan kell jól megjelenni, hogyan kell átjuttatni az üzeneteket. Most lehet, hogy meglepőt fogom mondani, én ezt soha nem tanultam. Soha nem is tanították. Talán, ha egy pár órás kommunikációs tréning volt egyszer még valami fidelitásos rendezvényen, amiben egész véletlenül csöppentem bele, de ezen kívül én semmilyen módon ezt a dolgot nem tanultam, nem is tanították. Ez mutatja azt, hogy a magyar politika és akár a közbeszéd is ebben az értelemben biztos nem olyan professzionális, mint mondjuk, amikor az ember megnéz mondjuk egy amerikai választási kampányt, hogyha egy aktualitásról is lehet két szót szólni. Viszont én abban különbséget tennék, hogy más a helyzet szerintem az országos nyilvánosságban, ebben is más egy helyi, lokális nyilvánosságban. Én magam
Úgy gondolom egyébként, hogy itt is meg kéne, az országos nyilvánosságban is meg kéne nézni, hogy mi teremt igényt. Mert én szerintem azért másra is lenne igény az esti híradóban. Nem csak arra, hogy vérfolyjon és közlekedési balesetek tömkelegét mutassanak be. De én ezzel lehet, hogy nem mondok olyat, ami egyébként a valóságnak megfelelő, és lehet, hogy mégiscsak más az igény. Én még mindig szeretném remélni, hogy az országos hír sem feltétlenül kell, hogy negatív hír legyen. És most nem csak a politikai hírekről beszéltem, hogy egyáltalán mondjuk egy esti híradót, akár kereskedelmi, akár közszolgálati médián megnézzük. Én nem gondolom, hogy az történt az országban, amit ott egyébként láthatunk adott. Viszont hány panda született Kínában, csak az elmúlt hónapban? Vagy hogy Ausztráliában mi történt az utakon? Ez nem gondolom, hogy mindig ez lenne a legfontosabb kérdés, de ezt én az országos közéletre hagynám annak nagyon tág értelmezésében. Helyi szinten én azt tapasztalom, hogy igenis jó hírrel is be lehet kerülni a médiába. És most megint nem csak a várospolitikáról beszélek, mert ha kezembe veszem az újságot, vagy megnézem a tévét, vagy a hetilapokat előveszem, akkor én azt tapasztalom, hogy a kultúrából, a sportból, adott esetben a városi fejlesztésből is igenis a jó hírek meg tudnak jelenni. Hogy azon néha vitatkoznánk, biztos, hogy akkora terjedelemben, mint szeretnénk el, de ebben valószínűleg azért az üléspont az meghatározza az álláspont egy részét is, de hogy megjelenik és meg lehet jelenni, azt mondom, hogy biztos. És helyi szinten én azt tapasztalom, hogy ezt visszaigazolják az emberek, olvassák, nézik a helyi médiát, és pont azért, mert itt kapják meg először is a helyi híreket, másrésztről pedig, hogy talán más stílust is kapnak, mint az országos médiában. Hogy mondjam ezt, tényleg csak egy mondatban, ha majd magunk ezt vagyunk, akkor kicsit személyeskedve, hogy országos ügyben, országos televíziónak te például egészen másképpen nyilatkozol, mint mondjuk nálunk Fehérvár TV-s híradó. Igen, már nagyon ritkán nyilatkozom eleve, mert próbálok a helyi közéletre és a városra koncentrálni, és ez az országos médiában nagyon nehezen átjuttatható üzeneteket jelent, mert ami nem Budapesten történik, az néha olyan érzése van az embernek, hogy nem is történt meg ebben az országban. Ez sem teljesen helyes, de szerintem ebben biztos, hogy egyetértenénk itt mi négyen, és szerintem a tévénézők is egyetértenék vele. Másrészt más azért a helyzet. Nagyon ritkán van interjú. Ugye ott egy sajtótájékoztató rögzítésre kerül a sajtótájékoztató, abból vágnak össze egy 10-20 másodpercet, és az kerül be akár az esti híradókba, akár a rádióműsorokba, akár abból van a másnapi nyomtatott sajtóban is az adott téma feldolgozva. Itt helyben más a dolog, hiszen egy sajtótájékoztató után is vannak interjúk, az események is után is vannak interjúk, és az mindig egy kicsit személyesebb. Talán az újságíró szemszögéből is, de hogy a riportalany szempontjából mindenképpen az biztos. Óriási sajtótájékoztató az különben egy érdekes dolog, mert ha most egy kicsit áttérünk a dolognak a pragmatikus részére, akkor azt mondom, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyek még nem fogantak meg a közélet szereplőinek az agyában. Zárójelbe megjegyzem, hogy az összes felmérés alapján a politikus és a sajtómunkás az népszerűség mutatója, az körülbelül egy forma, tehát nem akarok én itt értékítéletet megfogalmazni, hanem egyszerűen csak egy gyakorlati oldal. A sajtótájékoztató az egy bizonyos szándékkal megszervezett találkozó a média képviselőivel. Egy lehetőség arra, hogy az üzenetet átadjam. Ugyanakkor a sajtómunkás számára egy lehetőség arra, hogy feltegye mindazokat a kérdéseket, amelyeket azelőtt nem volt alkalma. Na most ez bizony még nem igazán gyakorlata a mai magyar sajtóban, a helyiben sem. Bár hogy, így lenne. Hogy ez valójában egy találkozási pont. De hogy egy jó hírt is mondjak, a mai nap folyamán megnéztem az online felületünkön a különböző cikkek nézettségi adatait, és az első 13 volt így egy oldalon, az első 13 között volt három sport esemény, ami kettő baleset, és a fennmaradó az mind közéleti téma volt. Mind helyi közéleti téma volt.
Az első hatba nem fért más be, csak helyi közéleti téma. És ez egy nagyon jó üzenet van mindenki számára, hogy valóban, hogyha olyan kérdésekkel foglalkozik a média, ami valóban érzékenyen érinti az itt élőket, akkor sokkal többen kattannak rá, mint adott esetben, tudom én, a bulvár témákra vagy. Arra megvannak a maga felületei, és én ezt egy nagyon jó, örömteli hírnek tartom. Hadd mutassak nektek valamit, készítettünk egy rövid bejátszást a műsor kedvéért. Nem mondom meg, miről szól, gondolatébresztőnek szántuk. A kollégák szerintem már elő is keresték, nézzük. Lev Kulesov filmrendező 1917-ben végezte el azt a kísérletet, amelynek eredményét a filmezésben ma Kulesov effektusnak nevezik. Egy színész arcát, egy tányér gőzölgő levest, egy koporsóban fekvő asszony képét és egy játékmackóval fényképezett kislányt mutatott meg a nézőknek különféle variációkban. A kísérlet eredményeképpen a színész arcán a nézők a különböző képek után más és más érzelmeket láttak, bár az arckép mindig ugyanaz volt. A kísérlet egy későbbi változatában a különböző sorrendben megmutatott képek a nézők számára más és más történetet jelentettek, függetlenül attól, hogy minden alkalommal ugyanazokat a képeket látták, csupán a sorrend változott. Mindössze 4 képet használva a kísérletben 24 féle sorrend létezik, és ez még csak a képek sorrendjének száma, nem pedig a lehetséges nézői értelmezéseké. András, hogyha megnézel egy esti híradót, vagy elolvasol egy újságcikket olyan eseménnyel kapcsolatban, amin ott voltál, adott esetben nyilatkoztál is, hány százalékban látod ugyanazt a képernyőn vagy nyomtatásban, mint amit mondani akartál? Százalékosan nehezen tudnám én ezt meghatározni, vagy megfogalmazni, inkább úgy fogalmaznék, hogy ugye pontosan tudjuk, hogy főként mondjuk egy televízióban, A vizuális tartalom az nagyon sok mindent el is dönt. Tehát mielőtt mondjuk egy riportalany megszólalt volna, már az, hogy a képről mi sugárzik, az már az emberekben egyfajta gondolatot, akár tudatosan, akár tudatalatt, de kialakított, és ebben nagyon nehéz azt mondani, belelátni, hogy ki mit gondol. Az ember meg szükségképpen elfogult, hiszen az van egy üléspontja, úgy gondolja, hogy amit csinál, azt próbálja a legjobb tudása szerint csinálni, tehát biztos, hogy hibázik, de önmagában mégiscsak próbál szolgálni valamit, de ez egyáltalán nem biztos, hogy a befogadóban is ugyanezt a képet alakítja ki. Őszintén szóval, amikor hazaérek, akkor próbálok inkább a családdal foglalkozni, úgyhogy nem mindig nézem vissza azokat a történéseket, amivel akár én kapcsolatban vagyok hozva. A gyermekeim szokták ezt inkább előhozni, mert ők ezt hallják, azt hallják, amazt hozzák, és akkor ezt el szokták mondani. Főleg a nagy, aki már azért az internet világával is ismerkedik, és a közösségi portálokon, igenis igaz, hogy ellenőrzött módon, de azért már valamilyen szinten ott van, és akkor a fényképek alapján mindig mondja, hogy apa, ma hol jártál, vagy másnap reggel inkább elmondja, hogy apa, hol láttalak tegnap, ha már nem voltam itt, a buszsáv ügyében, illetve néha elmegyünk mondjuk más városba, akkor apa szólja az itteni polgármesternek, hogy ezt az utat föl kéne újítani. De, és mondom, igen, de ez akkor kezdjük Fehérváron, és akkor szóljunk a te édesapádnak, hogy itt van egy feladat, és majd utána vigyük a seprűt más településre. De hát egy gyermek az mindig nagyon őszinte, és mindig kijön belőle, ami például egy képről neki lejön. Felnőttek esetében ez már nem biztos, talán egy kicsit őszintébbnek kéne lennünk egymással is. Nem itt a 4 ember között, hanem Fehérváron is. Lehet, hogy több probléma, ha kibeszélnénk, akár könnyebb megoldást is találna, mint hogy mindenki otthon a tükör előtt elmondja, vagy a baráti közösségében elmondja, de nem feltétlenül mondja el olyan esetekben, ahol talán, vagy közösségekben, ahol ennek lehet, hogy adott esetben fontosabb üzenetértéke is lehetne. De ez egy szerintem össztársadalmi probléma, ez nem a fehérvári közéletre igaz, ez önmagában azt hiszem, hogy a mai társadalomra, és nem is biztos, hogy csak Magyarországon igaz. A bezárkózás is egy probléma. Ezek a visszatartó szabályok, akár bennünk, hogy nem biztos, hogy pont úgy írjuk le, vagy mondjuk ki, ahogy őszintén szeretnénk, akár bennetek, hogy nem biztos, hogy úgy mondjátok el, ahogy tényleg kijönne otthon a családban, vagy a tükör előtt. Miért nem tud ez a kettő kicsit közeledni egymáshoz?
Azt nem tudom, de az biztos, hogy nagyon nagy a felelősség, és nem tudom, hogy ez valójában mindig mekkora korlátot jelent. Ugye például ez a bejátszás is, amit látunk, igazából a manipulációról szól, ami nem is feltétlenül tudatos, egyszerűen az emberi agy manipulálhatóságáról beszél. Egyszer egy nagy bűvész mondta azt, hogy a közönség imádja, ha becsapják, hát én becsapom. Ugye ez a bűvészetnek az alapja. És valóban az a felelősség, hogy igazából mi eldönthetjük, hogy az itt látott nézőpontok közül melyiket mutatjuk meg, vagy mi az, amivel esetleg mi egyetértünk, vagy amit esetleg mi értelmezünk úgy, hogy a nyilvánosság is így fogja. És ezt látom én igazából a sajtó teljesen mindegy, hogy az írott vagy a televíziós kommunikáció egyik nagyon nagy felelősségének, mert utána az biztos, hogy arról fognak beszélni. Jó esetben esetleg arról, hogy mi az, ami mégsem így van, vagy mi az, amit ők máshogy látnak, de valahogy olyan meghatározó tényező tud lenni az még egy vidéki városi televízióban is, ami elhangzik, ami néha egészen megdöbbentő felelősséget jelent. Hát gondolom nyilván ez az írott sajtónál is bőven ad alkalmat arra, hogy átgondoljátok, hogy hova teszitek a hangsúlyokat. Ez nyilvánvaló, de abból indulnék ki, hogy amikor egy bármilyen kérdéssel szembesül a sajtó munkás, akkor abból indul ki alapvetően, hogy neki tisztességesen vissza kell adni azt, amit látott. És nem véletlenül hangsúlyozom ezt a tisztességet, mert a tisztességet csak egyszer lehet elveszíteni. És hogyha egyszer elveszítetted a becsületedet és a tisztességedet, akkor azt nagyon nehéz, nem is tudom, hogy lehet-e visszaszerezni. Tehát ezért kell ragaszkodni ahhoz, hogy tisztességesen tudósíts. És itt ragadom meg az alkalmat, hogy elmondjam, hogy azért örültem ennek a még talán a sajtóklub elnevezésnek is, mert az elmúlt években, de akár évtizedet is mondhatnék, egy olyan gyakorlat uralkodott el a magyar médiában, ugye mindenféle sajtóklubok meg, ami tovább rontotta az amúgy is romló tendenciákat, ugyanis összeült 3-4 ember, aki hasonló oldalon át, mert ugye ez meg a másik dolog, hogy mindenki ugye a saját bandájával ült össze, és akkor egymással versengve, egymást túllicitálva próbálták lejáratni a közös ellenséget, nem ellenfelet, hanem ellenséget. Ezzel nagyon-nagyon rosszat tettek a közéletnek, a közbeszédnek, a politika egyáltalán megítélésének. Mert hiszen azt látja az ember, azt hallja az ember, hogy az ellenfelem, hangsúlyozom időnként ellenségem, az elnézést a kifejezésért, de tök hülye, alkalmatlan bármilyen feladat ellátására, és amúgy meg, és akkor lehetne sorolni még minden, mi minden rosszat lehet rámondani. És ez valójában egy olyan spirált indít el, aminek az eredményeként ott áll politika és média, ahol közmegítélésben, ahol következik. Aztán, így van. Egyébként, ha már egy szakmai titokkal kezdtük a műsort, akkor itt a vége felé elmondok még egyet. Nagyon sokat töprengtünk mi ezen, hogy sajtóklub legyen a műsor cím, és akkor végül is úgy döntöttünk, hogy azért, mert mondjuk engem Rómeónak hívnak, még nem muszáj olasz lány 14 éves korába feleségül vennem. Úgyhogy igen, legyen sajtóklub, és próbáljuk meg ennek a szónak is akár visszaadni a becsületét. Jöttök máskor is? Hát amennyiben megtűnnek itt egy nem sajtómunkatársat, akkor igen, szívesen. Miután a műsornak az a célja, hogy a sajtómunkatársak és a közéleti szereplők bebizonyítsák, hogy beszélő viszonyban vannak, akkor szerintem az egész szerkesztőség, sőt, talán a Fejér megyei hírlap szerkesztősége nevében is mondhatom, hogy fogunk mi még ebben a műsorban találkozni, ha te is így gondolod. Köszönjük. Uraim, köszönjük szépen, ez volt ma a Sajtóklub, és ez lesz akkor a jövőben is, közéleti szereplőkkel, újságírókkal,
és remélem, hogy legalább ugyanilyen jó hangulatban. Köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget. Hölgyeim és uraim, kedves nézőink, ez volt mára a Sajtóklub, és ahogy mondtam, ez lesz a jövőben is. Jöjjenek máskor is, viszontlátásra!